Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok, ez a Kanizsa TV július 11-i szerdai híradója. Nézzük először fontosabb híreinket, röviden. Velodrom. Kerékpáros edzőcsarnok épül Nagykanizsán, a regionális központként is funkcionáló fedett körpályát verseny- és hobbi kerékpárosok egyaránt használhatják majd. Felújítások. Teljes szélességében új burkolatot kapott a Kassa utca, a szakemberek már a csapadékvíz elvezetőkön dolgoznak, a Miklósfai iskola előtti parkolót pedig hamarosan leaszfaltozzák. Elődöntő. A kanizsai horvátok is szurkolnak anyaországuk válogatottjának, szerintük szoros lesz a labdarúgó világbajnokság ma esti meccse. Most pedig már a részletek és további híreink. Nagyszabású fejlesztéssel folytatódnak a kerékpáros beruházások Nagykanizsán. Debrecen mellett a délzalai város lesz az, ahol az ország két újonnan létesítendő velodromja felépül. Ezt Révész Máriusz, az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos jelentette be ma Nagykanizsán. A regionális központként is funkcionáló fedett körpályát verseny- és hobbi kerékpárosok egyaránt használhatják majd. 2017-ben született kormányzati döntés arról, hogy a tervezett budapesti pályakerékpáros edzőcsarnok mellett két újabb velodrómot építenek, egyet az ország keleti, egyet pedig a nyugati részében. A 12 kerékpáros szakák többségének speciális infrastruktúrára van szüksége, valamilyen épített pályára. Legyen szó BMX pályáról, legyen szó triál pályáról, ezek mind épített akadályokból álló pályák. Nyugodtan lehet mondani, hogy a legkülönlegesebb kerékpáros létesítmény az a velodrom, ami két egyenesből és két erősen döntött visszafordító kanyarból álló, jellemzően fából készült pálya. A potenciális dunántúli helyszínek közt komoly versengés folyt a velodrómért, mondta el ma Nagykanizsán az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos. Nagykanizsa nyújtotta be a legfelkészültebb, a legvégiggondoltabb pályázatot, és itt Nagykanizsán a kerékpársportnak igen szép hagyományai vannak, így esett Nagykanizsára a választás, és bízunk abban, hogy ez a velodrom itt nem csak Nagykanizsát, hanem az egész régiót, sőt mondhatjuk, az egész magyar kerékpározást szolgálja. A fedett kerékpáros körpálya a Modern Városok program keretében létesítendő sport- és rendezvénycsarnok szomszédságában, azzal közös fejlesztésben épül fel, s hosszú távon azt várják tőle, hogy még több sportolót és turistát vonz Nagykanizsára és Muraföldére. Több mint egy évtizede dolgozunk azon, hogy ebben a térségben a kerékpáros turizmus egyre népszerűbb legyen, és hála Isten komoly eredményeket értünk el. Egyre többen kerékpároznak, nem csak az itt élő emberek közül, hanem olyan emberek is, akik direkt azért jönnek el ebbe a térségbe, hogy itt töltsenek el egy napot, két napot, és kerékpározással, vagy a kerékpározás segítségével ismerjék meg ezt a vidéket. A regionális központként is funkcionáló fedett körpályát verseny- és hobbi kerékpárosok egyaránt használhatják. Nagykanizsán egyébként hagyománya van a kerékpárversenyzésnek, emellett a város tagja a Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetségének is. Egyre többen kerékpároznak. Kerékpárral mennek be a város széléről a belvárosba, mennek munkába, iskolába a fiatalok, mert hogy egyre jobbak a lehetőségek. Hát az elmúlt időszakban több kilométernyi kerékpárút épült, de még természetesen vannak terveink, és ezt folytatni kell. Jelenleg a tervezői munkát készítik elő. Az előzetes becslések szerint a beruházás értéke 2-3 milliárd forint lesz, a kivitelezés pedig várhatóan 2020-ban indul. Felújították az útburkolatot a Kassa utcában, a Miklósfai iskola előtti parkolót pedig leaszfaltozzák. A szokásos nyári kátyúzás és karbantartás mellett két nagyobb beruházást is megvalósít saját keretéből a városüzemeltető. Ezek egyike a Miklósfai parkoló, amely hamarosan szilárd burkolatot kap. Itt az ajzat kiegyenlítésén dolgoznak jelenleg. A másik felújítás helyszínén, a Kassa utcában az aszfaltozással már végeztek, ott a csapadékvíz elvezetőkön és a szegélyeken dolgoznak a szakemberek. Kassa utca az egy összetettebb munka, az egy kb. 8 millió forintos összeget tesz ki nettóban. Itt gyakorlatilag a vízelvezetés kiépítését követően egy teljes pályás aszfaltozás történik. Ezen kívül kisebb járdajavítások, illetve szegélykövezések is történnek. Az iskola utcában, az általános iskola előtt, ott egy meglévő parkolónak, egy meglévő mészköves parkolónak a mészköve történő kiegyenlítése, vízelvezetés kiépítése, és ott is egy aszfaltozás fog megtörténni a közeljövőben.
Számos újdonsággal várják a szervezők a főzőverseny résztvevőit a 15. Kanizsai Bor és Dödölle Fesztiválon. A főzőcsapatok idén 3 új kategóriában indulhatnak. A dödöllét az egyikben, mint a főételt, a másikban, mint köretet kell elkészíteni. A 3. kategória a borkorcsolyáké, ezzel a szervezők kedveznek a borfogyasztóknak. A tavaly létrehozott vándordíj logója is megújult. Több új jelentkező is érdeklődött már, még a felhívás előtt, aminek egyébként a felhívással kapcsolatban szeretném megjelzni, hogy jelentkezési határidő augusztus 6-a, eddig várjuk a csapatoknak az érdeklődését, és ezt követően pedig mindenféle extra dolgokról fogjuk őket értesíteni. Például olyanról is, hogy létrehoztunk egy új színpadot direkt a főzőcsapatok közelében, ez a Dödölle színpad, ahol helyi fellépők fognak bemutatkozni, illetve ők fogják szórakoztatni direkt a főzőverseny esetében majd az ott étkeket, fogyasztókat. Most nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Baleset. A tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk azt a sofőrt, aki személyautójával kamionnak ütközött tegnap Nagykanizsán. A 48 éves nő súlyos sérüléseket szenvedett. Határidő. Éjfélig módosíthatnak a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjén, és eddig pótolhatják a hiányzó dokumentumaikat is. Nem csak táncolnak, játszanak, kézműveskednek is a Svensz táborának résztvevői, ma pedig terápiás kutyák jártak náluk. Kamionnal ütközött egy gépkocsi tegnap délután a 7-es főút Nagykanizsai szakaszán, a főút Hevesi utcai kereszteződésében. A balesethez a város hivatásos tűzoltói érkeztek ki, akik előbb áramtalanították a járműveket, majd kiszabadították a személyautóba szorult sofőrt. A rendőrség tájékoztatása szerint a gépkocsit vezető 48 éves Szepet Nekinő figyelmetlenségből nem adta meg az elsőbséget a kavicsokat szállító kamionnak. A balesetben 8 napon túl gyógyuló, súlyos sérülést szenvedett. Ma éjfélig pótolhatják hiányzó dokumentumaikat, módosíthatják személyes adataikat és a megjelölt szakok sorrendjét az idén szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre jelentkezők. A pontszámításhoz szükséges dokumentumokat a felvi.hu honlapról elérhető e-felvételi oldalra lehet feltölteni. A jelentkezési helyek számától függetlenül elég minden dokumentumot egy példányban feltölteni, azonban figyelni kell arra, hogy az adatok jól olvashatóak legyenek. A felvételizőknek egyetlen alkalommal lehetőségük van módosítani a korábban megadott képzések sorrendjén, de újat már nem rögzíthetnek. A szeptemberben induló képzések ponthatárait július 25-én este hirdetik ki. Terápiás kutyák vendégeskedtek a Svensz Balett és Tánciskola táborában. A második turnus a héten indult, és a táncórák mellett jut idő a szórakozásra, valamint a kreatív időtöltésre is. Babi, integet! Terápiás kutya foglalkozást tartottak a Svensz táborában. Nem csak a kutyák, hanem a tudásuk is lenyűgözték az ifjú táncosokat. Igyekszünk lekötni és a gyerekeket, és olyan feladatokat adni, illetve játékos feladatokat, ami fejleszti őket, és az esetleges telefonos vagy számítógépes elfoglaltságtól egy kicsikét kikapcsoljuk őket. Az idei második tábor se csak a táncról szól. A gyerekek sokat kézműveskedhetnek, de újdonságként bohóc műsort és szituációs játékokat is szerveztek a tábor vezetői. Nekem nagyon tetszett ez a kutyás foglalkozás, és nekem legjobban a Puff tetszett, hogy a Pedróval. A néni lepuffozta. Ezen a nyáron még július 30-ától augusztus 3-áig lesz tábor a Svensz Balett és Tánciskolában. Ismét egyre több panaszt okozhatnak a pollenek az allergiásoknak. A hétvégén már magas szinten mérték a megyében a csalánfélék virágporát, míg az utifűfélék és pázsitfűfélék pollenjei közepes koncentrációban voltak jelen a levegőben. A lórom és a libatopfélék virágpora alacsony szinten van, azonban az allergén gombák spóra koncentrációja elérte a nagyon magas szintet. Bronzérmes györkőcök. 3. helyen zártak a Kanizsa VSE fiataljai a 9. Györkőc olimpián. A Rába parti városban rendezett megmérettetés különlegessége, hogy a csapatoknak legalább két sportágban kell összemérniük tudásukat.
A kanizsai vízilabdások anyasportáguk mellett az úszást választották. A kis pólósok a csoportküzdelmeket óriási magabiztossággal vették, 26 gólt lőve és mindössze 5-öt kapva végeztek az első helyen. A középdöntők első meccsén is győztek Szabó Szilárd tanítványai, a másodikon azonban egy szikrázóan kemény meccsen vereséget szenvedtek. Így a harmadik helyért játszhattak a kanizsaiak, ahol 4 góllal felülmúlták a soproni csapatot. Miután a fiatalok az úszásban sem vallottak szégyent, a 4x50 méteres váltóban például másodikak lettek, összesítésben a Györkőc Olimpia harmadik legjobb csapata lett a KVS-e legénysége. Ma este kiderül, hogy melyik nemzeti 11 követi Franciaországot a világbajnoki döntőbe. Este 8-kor Anglia a szomszédos Horvátország legjobbjaival méri összetudását. A nagykanizsai horvát nemzetiségi önkormányzatnál úgy gondolják, szoros lesz a mérkőzés. Horvátország csoportelsőként jutott tovább az oroszországi torna D-jelű kvártettjéből, majd egyaránt büntetőrúgások után búcsúztatták Dániát és a házigazdák csapatát. A sikeres szereplésre a muramenti horvátok is nagyon büszkék. Ez egy nagyon fontos dolog, nem csak a muramentén élő horvátok számára, és itt Nagykanizsán élő horvátok számára, hanem nyilván az anyaországban élők számára is, hiszen egy ilyen pici ország, mint Horvátország, azért egy ilyen lelkes és ilyen messze eljutó csapatot fel tud építeni. Én úgy gondolom, ez mindenképpen egy olyan munkát mutat, és egy olyan előkészületet mutat, aminek most én úgy gondolom, hogy beérett a gyümölcse. Az újjáalakított horvát válogatott eddigi legnagyobb sikerét a Suker, Bobán és Prosinecki által fémjelzett csapat ért el 1998-ban, amikor harmadik helyen zárták a franciaországi világbajnokságot. Az egykor Horvátországban is edzősködő Kobra Sándor szerint most ennél is többre vágynak déli szomszédaink fanatikusai. Nem tudom, hogy ők már sikernek könyvelik el teljes mértékben, mert hát szerintem van bennük annyi becsvágy, hogy többet szeretnének, mint amit Sukerék elértek ugye Franciaországban. Csak hogy ahogyan én látom őket, és hogy ez a kétszer hosszabbított mérkőzés, a 11-es párbaj. Ez úgy érzem, hogy hát nagyon sok energiát vett ki belőlük. A ma esti mérkőzésen a fogadóirodák odzai szerint az egyszeres világbajnok angol nemzeti csapat az esélyesebb. Most nézzük fontosabb híreinket újra, röviden. Velodrom. Kerékpáros edzőcsarnok épül Nagykanizsán, a regionális központként is funkcionáló fedett körpályát verseny- és hobbi kerékpárosok egyaránt használhatják majd. Felújítások. Teljes szélességében új burkolatot kapott a Kassa utca, a szakemberek már a csapadékvíz elvezetőkön dolgoznak, a Miklósfai iskola előtti parkolót pedig hamarosan leaszfaltozzák. Elődöntő. A kanizsai horvátok is szurkolnak anyaországuk válogatottjának. Szerintük szoros lesz a labdarúgó világbajnokság ma esti meccse. Ez volt a Kanizsa TV július 11-i szerdai híradója. Híreinket megtalálják honlapunkon a kanizsatv.hu oldalon. Figyelmüket munkatársaim nevében is köszönöm. Viszontlátásra!